szerint venni. A mondást öntsünk tiszta vizet a pohárba. Ebben nagy segítségünkre van nekünk a Tiens Cleaner. Mi az, amit elérhetünk ennek a segítségével? Készíthetünk ózonos gyógyvizet. Ugye a vizet, amikor ózonizáljuk, az első 20 percben még szó szerint ózontartalmú vízről beszélhetünk. Ivóvíz. Egy 15 perces ózonizálással mindenféle káros anyagtól meg tudjuk tisztítani az ivóvizet. Menet a szokásos, beállítjuk az időtartamot, elindítjuk a folyamatot. Nyilván telekancsóval mi most elhasználtuk másra a többi vizet. Az első 20 perc után ózonos vízként használjuk és fogyasszuk. A 20 perc elteltével pedig egy oxigénben dús víz marad nekünk. Nagyon jó vízű. Lágy, sokkal lúgosabb kémhatású, mint a normál csapvíz. És bizony, mind a klórt, mind a többi vegyszer érdekes módon szétbontja, kiszedi belőle. Mi annyira megszerettük ezt az ózonos vizet otthon, hogy egész egyszerűen nem győzzük csinálni. Tehát én korábban, ha napi 1-1,5 liter folyadékot elfogyasztottam, kivéve a sörözéseket, akkor az már tényleg úgy sok volt. Most rájárunk, mint a jókútra szó szerint, és bizony azt a napi 3-3,5 liter oxigénes vizet elfogyasztom. De a vitalitásom, az energiával való telítettségem teljesen más, mint évekkel ezelőtt. Magamról beszélek, hiszen azt tudom a legpontosabban, hogy nálam minek milyen hatása volt. És mivel a testünk 70%-át ugye a víz alkotja, nem mindegy, hogy milyen víz kerül a szervezetünkbe, mi lesz az, ami segítségünkre lesz a testünk megtisztításában, és abban, hogy hosszú, egészséges életet élhessünk. Abban biztos vagyok, hogy az ózonnal tisztított víz, és ugye annak a változata, az oxigénes víz, nagyon jó tékony hatással van ránk. Ezt tudni kell, hogy ahol bőséggel van oxigén, ott a káros folyamatok visszaszorulnak, nem zajlanak. Az oxigén hiányos területeken viszont el tudnak indulni nagyon káros folyamatok, akár daganat képződések is. Érdemes tehát megfontolni az oxigénes víz rendszeres fogyasztását mindazoknak az embereknek, akik bármilyen emésztőszervi vagy kiválasztószervi betegséggel küzdenek, hiszen nagyban segítheti az ebből való kigyógyulásukat, vagy szervezetük helyreállító képességének a megjavulását. Látjuk, egész egyszerűen csak az ózon buborékok azok, amelyek képződnek ugye itt a vízbe, és tisztítják meg a kancsóban lévő vizet mindenféle káros dolgokat.